És akkor futball változatlanul, még pedig hazai, két vereség eddig az mb 1 ben miközben hétvégi felcsúti sikerével sorozatban hetedik győzelménél jár, és a videóton nyakán lihegve második a tabellán az MTK. A kékfejérek a kupában a nyolc közé jutásért játszanak szerdán majd szolnokon. Az eddig nagyszerű őszt értékeljük a hat gólnál járó játékmesterrel, Kanta József a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szia Jóska! Szervusz, jó reggelt, kívánok! E, hát ugye második hely három góra az elsőtől hét győzelm sorozatban. Hát a, a bajnokság előtt nem tudom, azért ezt, ezt gondolom aláírtad volna, de gondoltad-e, hogy ilyen jók lesztek? Hát nyilván aláírtam volna, de hát most megmondom őszintén azért egy ilyenre, hogy 12 meccsből 10 nyerünk egy bajnokságban, az, az elég ritkán fordul elő egy csapattal. Nagyon örülünk neki, hiszen a tavalyi szezon után, mikor a kiesés ellen küzdöttünk, akkor ugye szerettük volna, hogyha meg, szerettük volna megmutatni, hogy, hogy nem vagyunk mi azért olyan rossz csapat, hogy a, a kiesés ellen harcoljunk. A tavasszal már látszott az, hogy ez a csapat összeállt, megvannak azok a játékos, sikerült azokat a játékosokat idehozni, akik stabilitást tudnak adni a csapatnak, és nagyon sikerélyesek vagyunk, szerintem ez is a, a fő indok, hogy ilyen jól szerepelünk. Azt mondd meg, hogy egy olyan edző, Garami József, aki már ezer éve csinálja ezt, és volt lent, volt fönn, mindent látott, miből meríti vagy adját nektek azt az energiát, hogy, hogy még mindig ilyen sikeréhessé tudja tenni ennyi idősen a, a, a fiatal csapatát? Hát pontosan, ahogy mondod, ő már sok mindent átélt a futballban, jót, rosszat, úgyhogy megvan a tapasztalata ahhoz, hogy, hogy mit kell csinálni bizonyos szituációkban. Az ő futball iránti elkötelezettsége az, az, az hihetetlen, tehát az élete a futball. Gondolom, hogy emellé a csapat mellé Józsi bácsi tökéletesen alkalmazkodik. Nagyszerűen fel tudja készíteni a, a csapatot bizonyos taktikai dolgokkal, meg sok mindennel az adott mérkőzésekre. Úgyhogy ö, ö, fiatalosan még, még azért van benne sok erő. Szokott bármikor is kiabálni veletek, hogyha nem tetszik valami? Hát ö, ezt kevesen hinnék el, de azért természetesen. Van, azért előfordult, előfordult azért? igen, van rá példa. Hát úgy gondolom, hogy ha már ő kiabál, akkor, akkor ott már valamit azért rosszul csináltunk. Na most az, ami tavaly, és főként a bajnokság első felében te is bugdácsolásként jellemezted, azok után volt-e valami fajta bizonyítási vágy is a csapatban erre az évre, hogy hát az, az nem tükrözte a valóságot az, a, az az eredmény, tehát már csak ezért meg kellene mutatnunk, hogy hol is tart az NTK. Így van, azt szerintem egyértelmű, a, a csapatban van egy, volt egy kis, meg talán még mindig is van egy ilyen kis dac. ugye ezt azért nem lehet könnyen elfelejteni azt, hogy azt az érzést, amikor az ember hétre hétre úgy lép pályára, hogy, hogy a kiesés ellen muszáj nyernie a, mellett, a nyomás mellett, ezt, ezt azért nem lehet az egyik napról a másikra elfelejteni. És megmondom őszintén, most nagyon kiélvezzük ezt a, ezt a sikeres időszakot. Nyilván a realitások talaján maradva a csapat azért szeretné folytatni ezt a sikeres szériát. Uh, nyilvánvaló, hogy az összes mérkőzést azért nem fogjuk tudni végignyerni a bajnokságban, de hogyha valaki, akkor, akkor mi igenis meg fogjuk próbálni minden meccset uh, megnyerni. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Uh, tényleg, tényleg élvezzük most ezt a sikeres időszakot. Úgy gondolom, hogy a csapat teher nélkül játszhat felszabadultan, élvezni kell a futballt, hogyha már ilyen jó eredményekkel szolgáltunk. De melyik az a helyezés a tabellán, mondjuk, hogyha a középmezőnyben lennétek, akkor már azért volna teher? Tehát hogy, tehát mit várnak el tőletek ebben a bajnokságban azok, hogy élvezétek a játékot? Hát ugye egy ilyen célkitűzésként azt talán a 1 a 8. helyig, tehát így a középmezőny elejére szántuk magunkat a szezon elején. Hát most ott vagyunk a második helyen elég stabilan. Úgy gondolom, hogy még azért természetesen nagyon hosszú a bajnokság, mindenkinek lesznek nehezebb periódusai, vagy jobb periódusai a bajnokságban. De úgy gondolom, hogy az első, a jelenlegi helyezésben kiindulva az első ötben én mindenképpen várom a csapatot. Az beszélgetek már néha a zöldözőben nemzetközi szereplésről? Hogy milyen jó volna, vagy fontos cél lehet? Hát nyilván közben? mindenki azért küzd, hogy, hogy elérjünk egy ilyen szép sikert egy, dobogó ennek a csapatnak az fantasztikus lenne szerintem, de megmondom őszintén azért annyira nem kerülnek szóba ezek, pontosan ezt igyekszünk elhárítani egymástól, hogy, hogy ilyen fölösleges dolgokba nem kell belemenni, nagyon sok mindent átéltünk már a futballban, tudjuk jó, hogy hétről hétre ugye küzdeni kell a, pontokért, eddig tényleg nagyon jól állunk, de de hibát követnénk el, hogyha itt most nekiállnánk számolgatni, hogy, hogy milyen meccsek jönnek, hogy ö, hány pontot kell még szerezni ehhez-ahhoz, egyszerűen nem, mindig a következő mérkőzéssel igyekszünk foglalkozni, és ö, senki nem esik abba a hibába, hogy itt most a tabellát nézegessük, vagy a számolgassunk. Na most ö, azt alá tudod írni, az ö, pontosan fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy tavaly óta a legfontosabb változás az volt, a legnagyobb változás az volt, hogy most nem volt olyan nagy változás. Mármint, hogy együtt tudott maradni a csapat. Igen, ez azért jellemző volt a, a csapatra, hogyha hogyha egy pár évig együtt uh, tudták tartani a, a, a keretet ugye a, a, vezetők, akkor, akkor látszott, hogy ez az MTK sikeres csapat. Ugye talán a két évvel ezelőtt a dobogóért harcoltunk, ugye, majd megint elment egy jó pár játékos, és, és ismét uh, ugye a táblázat hátsó feléhez tartoztunk. Ez sajnos hát ez egy ilyen időszak volt. Úgy gondolom, hogy a klub uh, helyzete azért stabilizálódott, most már képes, képes a klub megtartani az értékeit, sőt, Akár még erősíteni, és úgy gondolom, hogy az elmúlt éveket tekintve elég erős keret gyűlt most össze, elég sok választási lehetősége van Józsi bácsinak is úgyhogy ö, minden adott ahhoz, hogy ö, hogy az MTK sikeres legyen. Na most, hogyha amint erre utalás, az előbb, hogyha azt veszik, hogy lassan az egész élvonal tele van ö, tőletök, tőletek eligazott kulcsjátékosokkal, és némelyik nyilván ö, egy jó MTK-ból még jobb MTK-t tudnak csinálni, szóval elgondolkodtál te már azon, hogy néhány vagy a legjobbakkal közülük hol tartanátok, hogyha még mindig ott lennének? Hát nem, nem szoktam ilyeneken gondolkozni. Én én imádtam az MTK-ban futballozni mindig, pontosan azért, mert egy nagyszerű közösség volt a, a, a csapat, nagyszerű barátokra lehet, amit a, a csapaton belül, akik most az ellen, az ellenfeleim lettek, sajnos nyilván nem jó érzése a barátaim ellen futballozni. hát ilyen a futball. Mindenkinek van egy saját karrierje, amit építeni próbál, vagy változtatni próbál rajta az a futball vele járója szerintem. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogyha egy pár játékos, aki régen az MTK-ban futballozott, most velünk lenne, akkor, akkor azért évekig meghatározó csapat lenne az MTK. Na most azzal, hogy Torgal és Vas Ádám ott van közöttetek, és az ő rutinjuk és jelenlétük, ez jelenti azt, hogy ez, 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 neked is tereket vesz le a válladról, tehát a te teljesítményedhez is ilyen értelemben hozzáad így van? Hát, hogyha úgy vesszük, akkor én úgy gondolom, hogy két nagyon rutinos játékosra több van a csapatban, ez, ez mindenkinek jó. Egyrészt ugye ez elég nagy probléma volt, hogy kevés rutinos játékos volt a csapatban. Talán ugye a Vukmir meg én voltunk azok, akik idézőjelben a rutinos játékosok közé számítottunk, és túl nagy volt az aránya azoknak a fiatalabb játékosoknak, akiknek nem volt meg a kellő tapasztalata még az NB1-be, hogy sikeresek legyünk. Hogyha úgy nézzük, akkor ugye jött a Sanyi, meg az Ádi is, akik azért külföldi komoly bajnokságokban futballoztak. Emellett a fiatal játékosok is ugye egy évvel idősebbek lettek, jó pár mérkőzés van már a lábukban, úgyhogy ők is most már ráéreztek, meg tudják azt, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a csapat megnyerje a mérkőzést. Egyáltalán nem zavaró a hung út hiánya, ez az albérletezés, ami most rátok vár még jó darabig, amíg elkészül a stadion? Nem, nem zavaró, szerintem erre mindenki felkészült, tehát tudtuk jó, hogy lesz egy ilyen időszak. Kellemetlen, nyilvánvaló, de de amint látjuk a hazai mérkőzéseket, talán az összeset meg is nyertük. Kispesten én, én személy szerint én mindig szerettem futballozni, tehát vendégként. Nekem jó hangulata van a stadionnak, úgy gondolom, hogy a csapat is kezdi valamilyen szinten otthon érezni magát, úgyhogy nagy panaszunk nem lehet igazából a hazai pályára, hiszen, hiszen azért sikereket érünk el ott. Na most legutóbb a hétvégén Felcsúton játszottatok, és ott egy ilyen elég horrorisztikus, de ugyanakkor tréfás jelenet volt, hogy egy, egy állt ki a, 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 a 16 a, a, a gyebből. Hát nem tudom, kutyával, macskával gondolom már találkoztál, de ilyen akadályjal találkoztam a futballpályán az nba ben Hát megmondom őszintén, ez, ez, úgy történt, hogy éppen szöglethez készülettem, és a partjelző szólt nekem, hogy, hogy várjak egy kicsit, mert egy szög kiáll a pályából. Uh -huh. Ezt így hirtelen nem is tudtam hova tenni, hogy mi az, hogy egy szög kiáll a pályáról. Hát előfordul ilyen is sajnos ugye elég mély volt a talaj, biztos, hogy valami a pálya alatti berendezésből került oda az a szög, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy -e, de érdekes volt, igen. Hát de jó, hogy szólt, mert még veszélyt is jelentetett volna. Na most, már csak a honvédre visszatérve, Kemenes Szabolcs azt mondta, két gólt lőttél neki legutóbb, hogy soha életében nem szeretett többet Kanta Józsi ellen játszani. Hát nem tudom, mit gondolsz, ez a forma elég lehet az, hogy meglegyen a harmadik válogatott beli szereplés előbb-utóbb? Hát megmondom őszintén, hogy kicsit meglepődnék, hogyha, hogyha meghívnának, de, de nyilván úgy szeretnék futballozni hogy felhívjam a, a figyelmet magamra a válogatott terén. Eddig sajnos nem sok szerepet kaptam a, a válogatottban, de hát nincsen ezzel semmi baj a szövetségi kapitánynak a joga eldönteni, hogy kit hív be. Én mindig sosem tagadtam azt, hogy nagy örömmel mennék igazából igyekszem is úgy teljesíteni, úgy néz ki, hogy, hogy eddig nem sikerült olyan teljesítmény nyújtanom, hogy, hogy számításba vegyenek. Ezt egy kicsit a saját magam számlájára is vanom, tehát biztos, hogy többet kell tennem azért, hogy, hogy oda kerüljek. Na most Garami Józsi Bálcsi is jelezte, hogy szerinte mtk is beférhetne a válogatottba, és Garami Józsi bácsi szavát Dárdai Pál nagyon nagyra tartja, az kiderült, hogy hát etalonnak tartja, és az egyik legkitűnőbb nemzetközi szinten is nívós edzőnek tartja a mestereteket. Hát kiket hívhatna meg szerinted? És akkor most hagyjunk tégedet. Te kit a figyelmébe? Hát legelsőként a, a, a Hegedis Lajost ajánlanám figyelmébe, mert én úgy gondolom, hogy a, jelenleg a, a Magyar NBA egy legjobb kapusa. Kimagaslóan teljesít, tehát kevés szó esik róla, hogy, hogy milyen jó formában van. Tehát nagy része van neki is abban, hogy a csapat ilyen sikeres tud lenni. Itt mindenféleképpen figyelmébe ajánlanám a szövetségi kapitánynak. Hát és vannak igazából a fiatalabb generációból, ugye a Pölöskei Zsoltot, Kelemen Dávidot, ugye a belső védő pozícióba. Úgyhogy megvannak a tehetségeink igazából, az kérdés, hogy mikor jön el az ő idejük a válogatott terén. Hát igen, meg kérdés, hogy a te időd eljön -e még majd újra, ez ki is fog derülni. Minden esetre nektek akkor további eredményes menetelést az NB1-ben, meg hát majd a kupába az fog következni. Jósi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.